Nos, srácok, szevasztok! Timézia folyt köv, és az a helyzet, hogy az előző felvétel után nem tétlenkedtem, mert visszamentem az előző főterületre, és farmoltam egy picit. Mm-hmm. Azt is megmutatom, hogy mit, illetve majd azt is, hogy hogyan. Szóval, amit farmoltam, az Plague Weapon volt, és nem más, mint az I, amit ki is maxoltam. Úgyhogy ez most egy eléggé durva fegyver a kezemben. Szóval, a Plague Weaponnek a fejlesztése egyébként már most rájöttem, hogy hogy működik. Tehát például itt van ez a katar. Itt írja azt az utolsó szinthez, hogy kell hozzá 15 darab sárt. Én először azt hittem, hogy az utolsó szinthez kell 15, de nem. A teljes ághoz kell annyi. Mert hogyha megnézitek, akkor például itt van ez a shield. Azt írja az utolsó szinthez, hogy kell hozzá 6 darab, nekem abból van 4. De hogyha én ezt az előző szintet kitanulom, akkor az utolsó szinthez azt fog írni, hogy 3 kell. Tehát kurva jó, csak vissza kell menni, és az adott ellenfelet, akitől ezeket a sárdokat kapjuk, farmolni kell. Úgyhogy ez így rohadt jó. Azt pedig fogtam, csináltam egy olyat, hogy innen a klóból ezt a gliding klót kivettem, az egészet, átjöttem a stratégiába, és a lakkot kihúztam teljesen, így. Most ezt nyilván vissza kitanulom, elfelejtem, ezt visszarakom. Tehát a lakkot kifejlesztettem, mint a rohadt élet. Eljöttem ide, és itt van Royal Garden. A main questre visszamegyünk, és ugye itt a terület elején van egy IS. És én ő rajta farmoltam. Tehát konkrétan az, hogy a Lucky van fejlesztve, ha nem is 100%-os a drop rate, de ilyen eléggé magas volt. Hát így szépen idejöttem. Őt egyelőre kikerültem. Őt megöljük. És így. Na, körülbelül ezt csináltam fél órán keresztül. Rohadt hamar ki lehetett maxolni az íjat. Úgyhogy ez egy broken szar lett most, hogy így mondjam. Úgyhogy most elkezdjük húzni a pléget. Így. És mivel ezen a területen egyelőre nincs dolgunk, elmegyünk és megnézzük azt a föld alatti laboratóriumot. Úgyhogy így. Így farmoltam ki a maxos íjat. Na de. Jó, mondjuk talentpontot majd elosztom. Úgy is lesz pad a terület elején, mert mindig van. De most ugye az előbb léptem egy szintet, és azért elvileg kaptunk egy talentpontot. Rohadt jó egyébként a játéknak ez a mechanikája. Mondom én, itt a pad. Hogy így akkor, meg úgy alakítod át a buildet, ahogy akarod. Na, talentpont, és akkor nem a deflect kell nekem, hanem elkezdem húzni ezt, hogy a sima kardcsapások is töltsenek energiát. Ne csak a klóatak. Na! Ó, de nem néz ki az ott jól. Tehát az íj az most így ezt csinálja. Kész, eltört a játék. Túl OP lett a karakter. Jó, na nem
támad rám senki. De ott van egy gyíjász fönt, az viszont átlő. Van egy ilyen másodlagos támadás, ez tök jó. Vagy egy második. Jó, némi heal, ezt kérem. És azt az íjász kéne valahogy elkapni. Nem tudom, hogy jutok át hozzá. De hallod, onnan hogy lősz már el idáig? Meg fog ölni, mi? Ne ölj már meg, légy szíves. Kösz. Valahogy el kéne kapni azt az íjjászt, mert nagyon zavar. Jó. Bocs, nincs időm olvasni, mert azonnal lövöldözik rám. De hogy jutok át hozzá? Ó, már megvan. Fú, na gyere! Hát az leesett. Plungjatak! Na, hát az nem jött össze. Ez az nagyon jó. Mehetünk tovább. Szóval én itt fent még szétnéznék, mert láttam itemet. Jó. Menjünk szépen tovább. Balra, jobbra. Hát én szerettem volna felugrani rád, de... Ha nem, hát nem. Kösz. Hé, koma! Mindig elfelejtem, hogy átugrod a fél pályát. Az ott valami nagyon kemény. Az ilyen izés lesz majd kaszás és a nagyfajtából. Olyannal még szerintem nem is találkoztam. Na majd most megöljük. Csak előbb elmegyek a másik irányba. Ó, várja, ez is nagy. Jó. Legyünk teljes életerőn. Szerettem volna felugrani rád, de hát, hogyha nem, akkor nem. Köszönöm. Nem túl barátságos ez a hely, ami azt illeti. Jó. Tehát... De azt hittem, hogy... Ez
keményebb lesz. Mert úgy elég nagynak tűnt, azt hittem ennek is ilyen kurva sok HP-ja van, de nem. Ó, pad. Miért van itt pad? Most volt nemrég. Úgyhogy ezt is most ki tudjuk maxolni. Yes. A shieldet is kimaxoljuk. Jó. Potiknál. Ezt már nem tudjuk upgrade-elni, mert maxos. Így. Elkezdjük a gyors shield fejleszgetni. Aztán majd megnézzük, hogy milyen lesz a végeredmény. Megéri-e majd átváltani, de egyelőre nem. Jó. Egy biztos, valahol itt a közelben lesz egy ostoros. Valahol? Ó, hallottam én, hogy szalad, ez robban, vagy mit csinál amúgy? Vagy csak csapdos. Hol van a nagy ostoros? Nem tudom. Te? Ah, csak egy mezei kis izé vagy. Jó. Nem dobott sárdot. Ők nem is kell, mert a pajzs az már megvan. Nem üthetsz meg. Elég jól haladunk. Szerintem elég szépen összeraktam ezt a buildet. Aha, gondoltam egyébként. Hogy lesz valahol egy ostoros. Ennyit az ostorosról. Emlékeztek, amikor először találkoztunk vele? Akkor egy picit nehezebben adta magát. Hát most... elég hamar lement. Jó, nyilván közre játszik az is, hogy... ismerem már a trükkjeit. De így, hogy lelövöldözöm... anyát. Hát ezt jó mellé lőttem.
heal. Edd meg a saját fegyveredet. Ó, de kemény vagy. Kösz! Megint lehet menni két irányba. Jó. Hát szerintem erre kell menni. Úgyhogy megnézzük, hogy mi van itt. Némi jegyzet, aztán jó napot. Jó, egyébként szerintem nem sokára tudok szintet is lépni, mert van nálam 10 000. 10 000-ből azért lehet, szerintem, vagy nem. Majd kiderül. Csak kéne találni egy padot. Itt ez ilyen lecsúszós, nem? Azt hittem, ez fel fog kelni. Messziről mondd azt, hogy nem olyan, mint egy ellenség, aki fekszik a vérben. Ó, itt egy pad. Jó, üljél le. Mennyi kell a szintlépéshez? Most ezt viccelsz velem? Jó. Oké. És most már nem kapunk talentpontot. Akkor ezt be kell osztani. Hát talán a másodlagos Plague Weapon nem kell. Most úgyis az íjászatot fogom használni. És akkor így. Ezt így kitanuljuk. Jó. Kaszát. Tovább fejlesszük. Ezt. De jó, hogy így össze-vissza ugrálsz, hogy nyomon tudjam követni, hogy hol vagyok. És akkor... így. Berakjuk ide az íjat. Okés. De várjál, mivel kellett átváltani? Mivel kellett átváltani a Plague Weapon-t? A D-pad lefelével. De hát én azt nyomom. És nem vált át. Érdekes. Na mindegy. Használni használja, csak a kisebb ikonban van benne az íja, nagyobb meg üres. Jó, van az érzésem, hogy ez egy boss harc lesz. Mert ez egy boss harc. És mit csináljak vele? Hova? Ajaj. Jó, és mit kell vele csinálni? Két fázisos, az biztos. Ülj az anyádat.
Hát ez el fog tartani egy ideig. Most az komoly. Ennek biztos, hogy van valami trükkje. Ennek valami trükkje biztos, hogy van. Szerintem most át kell mennem a másik oldalra. Aha. Hát ez így nem lesz jó egyébként, hogy amikor idejön, akkor azt nem tudom kivédeni. Az anyádat. A másik oldalára kell mennem. Jó. Oké, következő fázis, mit csinálsz? Meghalt. Oké. Okay. Marha jó volt. Oké. Okay. Megöltük a mélység hangját. Mi történt? Megöltem a bosst. Mehetünk. Na, ez egész jó volt. Tetszett. Ötletes harc volt ez is. Jó. Na és akkor most került jó helyre át a Plague Weapon menüben az íj. Jó, és akkor Garden. Laboratórium, Subquest. Egy. Találd meg az utat vissza a kertbe. Ja, igen, mert az első quest az volt, hogy találjam meg a kulcsot a lenti laborba, meg nyilván akkor a levezető utat. Aztán ugye itt a laborban meg kellett ölni a bosst,
És akkor a következő meg az, hogy jussunk ki a laborból, vissza a kertbe. Jó. Tegyük meg. Ja. Hú. Jó. Hup le. 10.500. Jó, várjál. Találd már rá, jó? Kösz. Szóval itt mi volt? Milyen jó, hogy ezt nem harc közben kezdtem felvenni. Nekiáll a karakter olvasgatni. Na. Hát ő szerintem egy ilyen elit harcos lesz, úgyhogy... valami van mellettem, jobbra. Igányom. Jó, ezekből a kicsikből meg felhílelem magam. Persze, ha nem öletem meg magam, inkább. Ez itt mi ez? Az a baj, hogy ezekből nem lehet. Jó, akkor erre megyünk majd felfelé. Jó, csak el kell nyomnom egy rohadt hilt. Szarrágó, menj már innen! Jó. Most lenne jó emlékezni, mi volt az irány. Szerintem pont ez. Jó? Az azt jelenti, hogy elnézünk amarra is. Láttam arra is valamit. Ittem. Meg egy bányász.
Na, ti lépjetek le. Jó. Kéne az a pad. Nagyon kéne az a pad. Köszönöm! Jó, akkor kaszát fejlesszük, ezt fejlesszük, és ezt meg ki is tudjuk tanulni, ilyen meg nem is volt. Te, kemény legény, mi? Hajjaj! Jó, azért mondjuk... Az íjnak nem végtelen a range-e. Elbusz. Egyedül már nem olyan kemény. Az a baj, hogy ezek így néha így megjelennek, és akkor így akadályoznak egy 1v1 harcban. Olyan, mint a Nio 2-ben a Gaki. Jó van, ezt nagyon gyorsan el lehet felejteni, hogy így átlősz a textúrán, jó? Elértem a level 25-öt. Most gondolkodom rajta. Mert úgy írta a játék az elején, hogy level 25-ig kapjuk a talentpontokat. Utána már nem. Aha, nézd meg, és ott van fönn az íjász. Gyere ide! Ennek megint ilyen izé sok HP-ja lesz, mi? Vagy csak a toll nem sebez rajta olyan sokat. Nem, a toll nem sebez rajta sokat. Kevés HP-s. Na gyere! Mindjárt foglalkozom veled, és ne aggódj, megyek már.
Hogy van még? Az anyátokat mennyi ijász van már. Na, hogy leess! Úristen! Mondtam, hogy ne ess le. Nice! Visz lehet szép álmokat? Ó, persze, te neked még jönnöd kell. Mindegy, lehagylak. Csak nem érsz utol. Egyébként ennek van valami képessége? Nézzük már meg. Nincs. Őtőle nem lehet ellopni semmit. Pedig tök jó lett volna. Jó, híleljünk, inkább legyünk full HP-n. És azt az íjászt el kéne kapni sürgősen. Felvezető út hozzá, mert azt meg egyelőre nem látom. Na, te ide jössz? Harcoljunk már itt inkább az íjász alatt, hogy nem tud ránk lőni. Hallod? Miért nem rakja rá a targetet? Kicsit taktikázunk, na. Na, megyünk már érte. Remélem. Aha. Na most meghalsz. Persze, gyere. De nekem ezért miért kell leesni? Nem arról volt szó, hogy a játék nem engedi, hogy peremről leessek, amikor harcolom. Vagy az csak a dodge-ra vonatkozik? Az mondjuk könnyen lehet. Na, úgy látom, hogy itt erre nincsen semmi. Csak ez a bow skill. Nem kell, mert már kimaxoltuk. Viszont valahol láttam egy ilyen itemet. Így van. Jó, de akkor legalább tudom, hogy merre kell menni. Fejezd már be! Ott egy ostor! Elő. Hát, többé sehol. És akkor elvileg valahol itt van a kijárat. Megírta, hogy teljesítettük a küldetést.
Aha. Meg van a kijárat. Ja igen, mert itt jöttünk be. Oké. Okay. Jól esett. Én mondtam. Chris most írta egyébként. Szia, Chris. Hogy itt ez a rész. Ő is azt mondja, egy az egybe Demon's Souls-ból a boletária. Ja, van, örülök, hogy nem csak én látom így. Na, adjál nekem... szintlépést. Igen, level 26-on vagyunk, akkor most már nem fogunk kapni talentpontot. Hát az szomorú. Mert én mondjuk még kifejlesztettem volna... ezt végig. Na mindegy, plague weapon. Ostor. Jó, poti. Nem ezt akartam, hanem upgrade. Jó. Majd ha ki lesz maxolva, akkor a slotokba pakolunk bele ezt-azt. Jó. Na, mindjárt megnézzük. Elvileg, hogyha minden igaz, akkor... de nem kéne, hogy kapjunk még egy questet. Így van, nem kaptunk még egyet. Ez itt kész van. Vagy megyünk tovább ide a következő területre, vagy... hát én megpróbálom ezt a bosst. Lehet, hogy nagyon sokszor el fogok vérezni, mert erről a bossról hallottam, hogy nagyon nehéz. De úgy érzem, hogy azért most már igencsak overlevel van. Úgyhogy elvileg le kell, hogy menjen. Az a helyzet, hogy én erről a bossról láttam egy videót. Amikor a fejlesztők beszélgettek a játékról még megjelenés előtt, hogy milyen lesz. És valami 20-30 percen keresztül szívtak vele a fejlesztők. Igen, ahogy sejtettem, tőle fogom megkapni azt a... aha. Hát, kap be. Az anyádat. Hát ez még így is kemény. De én keményebb vagyok. Nyasz! Oké.
Megöltem. Mehetünk. Jó, hát... Remélem, hogy több questet ide nem kapunk. Nem volt rossz egyébként, csak kicsikét... Na. Is mondjam. Aha. Itt ezek megvannak, úgyhogy a következő terület az már ugye... Main mission lesz, úgymond. Elmegyünk a Hermes Fortressbe. De azt már nem a mai részben fogjuk megtenni. Hanem majd legközelebb, úgyhogy ez egy picit rövidebb rész lesz. Tehát én ennél a bossnál nagyon azt éreztem, hogy ennél a Odúrnál, hogy kicsikét tápos. Nagyon, hogy is mondjam, nem is az, hogy gyors, nyilván gyors volt, de szerintem túl OP volt. Nagyon sokat és jól kell perrizni ahhoz, hogy range attack nélkül leverjük. Mert most így könnyű dolgom volt, így maxos íjjal lelövöldöztem, de hogyha az most nem lett volna, akkor csak a parry, semmi más. Csak a deflect, hogyha így jobban tetszik. Jó, de meg lett, az a lényeg. Oké, megnézem, hogy a itemeknél mennyi minden ilyen izét tudok elnyomni. Meg hogy kijön-e belőle esetleg egy szint. Bár kétlem. Ez nem az. Jó, más nincsen. Hát, 9000-ből nem lépünk szintet. Ha csak nem visszamegyek valahova és farmolok egy picikét. Mert a következő szinthez kell... Hát még egy jó 500. Jó, és akkor őtőle kaptuk meg ezt. És akkor... Komolyan ezt a boss-t kellene farmolnom ahhoz, hogy én ezt ki tudjam maxolni? Hát... Mondjuk úgy közdenem. Jó. Én annyit csinálok, hogy lépni fogunk egy szintet, visszajövünk ide a kertbe. Mert egyébként a játéknak ez egy olyan mechanikája, nem is az, hogy vissza lehet jönni, hanem amit most mutatni fogok. Ami rohadtul tetszik. Tehát, hogyha teljesített pályára visszajössz, akkor ami shortcutokat kinyitottál, azokat nem kell újra kinyitni. Emlékeztek ezt a létrát, mennyi idő volt, még lerúgtam? Nem kell újra. Visszajössz a küldetést újra teljesíteni, a shortcutok megvannak. Szerintem meg is van a... Ó, meg is van a szint. Ennyi volt a farmolás. Egy keményebb mobot le kellett verni. Úgy lépünk egy szintet, megyünk tovább a plague irányba. Aztán szerintem a strength-et fogom húzni. Gondolkodás nélkül. Jó, és akkor még 6 darab ilyen shardot kell találnom ahhoz, hogy ki tudjam maxolni. Oké. Okay. Visszamegyünk, így. És akkor mivel nincsen más...
csak a Hermes Fortress, a következő részt azt ott fogjuk indítani. Aztán végigmegyünk szépen a sidequesteken. Aztán majd még nem tudom, hogy mennyi terület lesz a játékban, azt mondják, hogy nem hosszú. Nyilván, hogyha végig rohansz rajta, akkor tényleg nem hosszú. Én hallottam, hogy ilyen 5-6 óra alatt végig lehet tolni a játékot. Annyi idő alatt én végig szaladok a Dark Souls-okon is, hogyha nem veszek fel semmit, csak végig rassalok. A Demon's Souls-on is végig szaladok 2 óra alatt. Ebből mondjuk van videó is. Na mindegy. Szóval, akkor elmondtam, hogy mi lesz a következő részre a terv, megnézzük az új területet, megöljük az ottani boss-t, aztán majd, hogyha belefér az időben, akkor a mellékküldetésekkel fogunk foglalkozni, de én ma már nem akarok belekezdeni egy teljesen új területbe. Na, sziasztok!